Üdvözlök mindenkit. A kamerának élek. A mai Kryptonite-on nagy szeretettel régen tartottunk ilyet, úgyhogy örömmel felelvelítem ezt a hagyományunkat, és biztatok mindenkit, akinek van érdekes és idevaló témája, az ne legyen bátortalan, hanem jelezze és tartson maga is kriptonájtot. De azért persze a magas színvonalat érdemes fenntartani, és legalább 4-5 szlájdon legyen valami matematikai tartalom. Még akkor is, hogyha csak középiskolás. Na, viszont ennyit a bevezetőről. Ma jelszókezelésről szeretnék beszélni. Ez is a kicsit a címe a mai előadásomnak, ez a kriptográfiai, gráfiai jelszavak és autentikáció. Hát ez nem passza. Oké. Oké, tehát az első szlájdomon szeretnék egy nagyon fasza dologra felhívni a figyelmet. Ez a NIST 863-3-as NIST szabvány vagy ajánlás, ami tavaly jött ki, és tök jó dolgokat javasol a jelszókezeléssel kapcsolatban. Az egyik az, amit már régóta ismerünk, hogy minimum hossza egy jelszónak az 8 karakter legyen. Viszont a második pontja már egy érdekes dolog, mert azt határozza meg, hogy viszont legyen egy minimálisan maximum is elfogadott, tehát ne az legyen, hogy 20 karakter lehet maximum egy jelszónak a hossza, vagy 10, vagy ilyesmi, hanem minimum 64 karaktert el kell, hogy fogadjon egy ebből a szabványra vagy ajánlásra kompatibilis jelszórendszernek. Tehát ez azt jelenti, hogy minimum 8 és legalább 64 a maximum hossza egy jelszónak, ami az már egész tűrhetőnek mondható, hogyha random karaktereket használunk benne. A másik, amit előír az ajánlás, vagy amit javasol, az az, hogy minden nyomtatható karaktert fogadjon el, tehát nincsen olyan, hogy bizonyos karakterek tiltva legyenek, ami egy óriási baromság, és hogyha ilyet láttok, akkor az elég erős a gyanú arra vonatkozólag, hogy lehet, hogy a háttérben a jelszókezelés az nem túl megbízható. És tovább megy ezen, és azt is javasolja, hogy bármilyen Unicode karaktert és az emojikat is el kell fogadni jelszóban. A másik, ami ezek kliens oldali ajánlások, tehát amikor az ember begépeli a jelszavát, a másik pedig az, hogy ne legyenek ilyen composition rule-ok, hogy legalább két betű, nagybetű, két kisbetű, három szám és négy speciális karakter. Tehát ez, az ilyen szabály, az nem része, sőt, nem is javasolja ezeknek a betartatását. Sokkal hasznosabb, hogyha tényleg hosszú a jelszavad. Ami a jelszavakkal az egyik legnagyobb probléma, ugye, az a úgynevezett offline dictionary támadás, ami az egyik legnépszerűbb mondjuk úgy támadási forma, hogyha valahol kilékelődik egy jelszó, egy user adatbázis, akkor az emberek ráeresztik a John the Ripper-jüket, a Bitcoin bányászatból leselejtezett szupergyors hasselőgépüket, és annak segítségével mindenféle szótár, fájlokat iterálnak át, és több millió szó kombinációt per másodperccel lehet csekkelni. Ugye ezt köszönhetjük egy kicsit a Bitcoinnak is, amely ugye elég gazdaságossá és jóvedelmezővé tette az ilyen gyors hasselő hardvereket. Szóval ez az egyik legfontosabb támadása a kilékelt jelszavak adatbázisai ellen, és hát ezt kell megnehezíteni, amennyire lehet. Az egyik legkézenfekvőbb megoldás erre a jelszókezelőknek a használata, ami elvileg azt biztosítja, hogy nem használunk újra jelszavakat, tehát nem mindenhol, minden szájton ugyanaz a jelszavunk. Ugye ismerjük a klasszikus támadási vektort, amikor a kis közösségi
falubeli WordPress szájton betör valaki, onnan megszerzi a bénán védett jelszót, és utána ugyanebben a jelszóval sikerül bejelentkezni Facebookra, Googlera. Ez még a mai napig sajnos egy fennálló támadási forma, ezért nem érdemes ugyanazt a jelszót használni ugyanaz más szájtokon. A másik az, hogy a jelszó kezelő meg lehetővé teszi azt, hogy ne használjunk könyvtár vagy szótárbeli szavakat. A szótárbeli szavak ugye nem túl entropikusak, mert mondjuk egy nyelven mondjuk egy gyakran használt szavak száma az, mit tudom, ilyen 5000 körül van, összességében mondjuk egy ilyen 70-100 ezer szó körül vannak az összes szavak száma, és hát ezeket gyorsan végig lehet pörgetni, ugye, hogyha visszaemlékszünk, a Bitcoin hardverek azok több millió kombinációt tudnak másodpercenként, és hogyha a szótár fájlod az csak 100 ezer sorból áll, akkor az nem tart olyan sokáig, és akkor az összes ilyen lead speak, meg egyéb kombinációt, meg a separation karakter, tehát az elválasztó karaktereket a szavak között is gyorsan végig lehet pörgetni. A harmadik nagyon fontos lehetőség a jelszókezelőkben pedig az, hogy maga a jelszó az magas entrópiájú lehet, tehát tényleg teljesen random a jelszó, amit ugye értelmes épeszű ember nagyon ritkán tud megjegyezni, egynél többet, vagy akár egyet sem. Amit itt zárójelben meg kell jegyezni, hogy ez sajnos csak időnként igaz, mert nagyon sok jelszókezelő megengedi azt, hogy régi jelszóvaidat átvegye, és így simán lehet az, hogy a jelszókezelőben minden szájthoz ugyanazt a jelszót használod még mindig, és szar a jelszó, mert rövid, és szótárban megtalálható, ugye a klasszikus jelszó, a kedvenc példa, ami mindenhol jelszó. Úgyhogy a jelszókezelőknek van két formája, az egyik az online jelszókezelő, ugye ezekből ismerünk egy csomót, ez a LastPass, OnePass, meg nem tudom még hány fajta ilyesmi van. Ezeknek van egy hatalmas előnye, az az, hogyha több device-od van, nagyon könnyű ezeket a jelszókat cinkelni egyik device-ról a másikra, tehát akinek van laptopja, PC-je, különböző telefonja, ezt csak egyszer kell odaadni a cloud-beli szolgáltatónak a jelszavadat, és az mindenhol fog működni. Ugye minimális az installációs költsége az ilyeneknek, néha ezek teljes egészében weben keresztül működnek. Ami a hátránya az egésznek, hogy ugye az adatvédelem az sérül, mivel a jelszó kezelő cloud szolgáltató az esetleg láthatja azt, hogy mikor, hova jelentkezel be, még ha esetleg a jelszavadat nem is ismeri, de mindenképpen tud profilozni arra vonatkozólag, hogy milyen szájtokat használsz, és milyen gyakran jelentkezel be hozzájuk. Itt egy kérdés van, tessék. Ez az online password manager-be tartozik, mondjuk érted az olyan felhőszolgáltatók, mondjuk a Google-nak, ugye a Chrome-nak a jelszavakat szintén szétszórva. A kérdés az, hogy a Google-nak a Chrome, tehát hogy a Chrome megjegyzi a jelszavaidat. Nem, ez egy offline jelszókezelő, erre mindjárt kitérek. Elvileg a Chrome, tehát nem tudom, hogy a Chrome most konkrétan bármilyen felhőbeli Google szolgáltatáshoz föltölti-e a jelszavakat, remélem nem. Igen? Azt mondod? Vagy nem tudod? Elvileg ezt lokálisan tárolja, a Firefoxnál biztosan lokálisan tárolódnak el ezek a dolgok, kivéve, hogyha valamilyen pocket jellegű dolgot használsz, ott esetleg lehet, hogy valami mocélás cucchoz föltöltődik, és ugyanígy nyilván előfordulhat, hogy a Google-nál is van ilyen, de szerintem defaultból, hogyha Chromium-ot használsz például, nem Chrome-ot, akkor én abból indulok ki, hogy az lokálisan tárolja el a jelszavakat, és nem egy Google szolgáltató hoz tölti fel. A másik, ami ugye az online jelszókezelőknek a problémája, hogy jelentősen megnövelik a támadási felület. Ugye nem csak ugye a böngésződ is támadási felületté válik, ahol esetleg ezeket el lehet kapni, illetve maga a szolgáltató egy nagyon zsíros támadási célpont. Hogyha egyszer oda bejutsz, akkor aztán ezért az nagy adat gazdagságot okoz. És hát én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy valaki nem használja a szókezelőt, ez még mindig egy jó választás, de el kell ismerni azt is, hogy ez szerintem egy ilyen trade-off, ahol a kényelmet
helyezzük előtérbe a biztonsága szemben. De erre ez vissza fogok térni, mert ez nem teljesen mindegy, hogy ki az, aki ezt csinálja. Itt az offline jelszókezelők ugye a másik változata ennek, ennek ugye az előnyei az, hogy te vagy teljes egészében tartod ellenőrzésben magát az adatbázist, ellenőrizhető az egésznek a működése, akár a forráskódot megnézheted, lefordíthatod magadnak, hát nyilván, hogyha szabad szoftveres megoldásukról beszélünk. A hátránya az, hogy a szinkelés, tehát hogy különböző device-okon ez működjön, ez lehet, hogy problémás, erre mindenféle nyakatekert megoldások vannak, hogy így vagy úgy kopizzad az adatbázisodat a telefonodról, a PC-dre, a laptopodra, stb. Illetve, mit tudom én, Dropboxon keresztül menjen az egész, de hát itt meg ugye már megint ez már gyakorlatilag online jelszókezelővé degradálja a megoldást, ha csak tárolás szintjén is. Ami hátránya az, és ami az előbb mondtam, hogy hátránya az online kezelőknek, hogy nem nálad vannak, tehát a security-ről nem te gondoskodsz. Ebben az esetben hátránya az, hogy te vagy a felelős a security-ért az egésznek, tehát hogyha mondjuk nem értesz hozzá, nem tartasz be bizonyos alapvető szabályokat, akkor lehet, hogy nem biztonságosabb az offline jelszókezelő, mint az online jelszókezelő, mert lehet, hogyha tényleg jobb szakértők kezelik a centralizált felhőbeli jelszókezelőt, mint a random újságíró, akkor aki Windows 7-et használ, és nem patchelte már 12 éve, akkor lehet, hogy az offline nem egy akkora jó választás egy online-nal képes, jelszókezelőhöz képest. De hogyha végül is az ember képes ezt jól körbebástyázni, én azt gondolom, hogy itt a biztonság kerül előtérbe a kényelemmel szemben, ha más nem, akkor a szinkelésen keresztül. A minden jelszókezelőnek ugye a hátránya van az, hogy legalábbis a java részének az az, hogy általában egy mester jelszavad van, amit begépelsz, és utána az feloldja az adatbázisodat, és hogyha ez a mester jelszó nyilvánosságra kerül, és ehhez még párosul a jelszó adatbázisod, akkor az összes jelszó szavad az kompromitálódott gyakorlatilag. A másik az, hogyha a jelszó adatbázisod a master jelszavad nélkül kerül nyilvánosságra, akkor is lehetőség van arra, hogy maga az adatbázis ellen egy szótár támadást kezdeményezzünk, és a master jelszavadat ki tudjuk deríteni. Továbbiakban ugye egy nagy probléma az, hogy a keylogging, tehát a billentyűzők leütések figyelésével a mester jelszó lehallgatható azon a gépen, ahol beütöd a mester jelszavadat. Amit már egyszer említettem, hogy bizonyos jelszókezelők megengedik, hogy régi jelszavaidat importáld, és ezek a régi jelszavak lehetnek az 1-2-3-4 jellegű, igen triviálisan a másodperc töredéke alatt kipotyogó gyenge jelszavak. Úgyhogy összességében ahhoz képest, hogy az ember nem használ jelszókezelőt, azt kell mondani, hogy ha jelszókezelőt használsz, akkor legalábbis megduplázódik a támadási felület, mert nem csak a szervernek a felhasználói adatbázisa, legyen az WordPress, legyen az Google, de még a te jelszó adatbázisod a lokális is támadási felületté válik. Úgyhogy itt gyakorlatilag egy kicsit mondhatjuk azt, hogy megduplázódik a támadási felület. És akkor nézzük meg, hogy milyen silver bulletet tudok erre ajánlani, ami nagy mértékben megnehezíti egy támadónak a munkáját, és gyakorlatilag csak a brute force támadást teszi lehetővé a támadónak, ami pedig megfelelő védettséget tud biztosítani, hogyha megfelelően hosszú és entropikus a jelszó, amiket használsz. És eddig ugye végig csak kliens oldalról beszéltem, tehát te, mint user, hogyan tudod ezt kezelni, mi a jelszókezelőt, hogyan tudod a jelszavadat megvédeni, mielőtt a jelszó eljut a szerverhez, és erre a következő protokollt
javasolta Hugo Kravchik nevű kriptográfus. 2015-ben írta több kollégájával együtt ezt a paperjét, és 2017-ben mutatta be ezt a Real World Cryptography című konferencián, ahol nagy sikert aratott, és én is azonnal nagyon belelkesedtem, és csak vártam arra, hogy legyen egy kis időm, hogy ezt le tudjam implementálni, mert nagyon izgalmasnak tartottam magát a protokollt, és hát erről a protokollról szeretnék most beszélni egy kicsit. Annyit kell még tudni Hugo Kravchikról, hogy az idei Real World Cryptography című konferencián a kriptográfia életmű díjat kapott, a Levchin díjat kapta meg, többek közt ezért a protokollért is, de más protokollokban is jelentős munkássága van, és hát tiszteletbeli öreg rókának tekinthető. Az IBM-nek dolgozik egyébként, illetve a Technion egyetemen, Izraelben tanít. De nézzük a Sphinx protokollt. Ez maga az egész protokoll, és ahhoz képest, hogy máskor kriptográfiai paperekben maga a protokoll ennél sokkal hosszabb, ez egy elég egyszerű protokollnak mondható. Mindjárt lépésről lépésre mutatom be, ez egy általános, a teljes protokollnak a sémája, de részleteiben mindjárt bemutatom az egészet. Nem mutatom be a setup, tehát hogyan regisztrálsz egy új jelszót egy weboldalnál, de ki fog derülni, miközben a használat, tehát új jelszó felvétel az adatbázisba, ezt nem mutatom be, de amikor használsz egy jelszót az adatbázisból, ott rá fogok mutatni, hogy ezt hogyan inicializáltad a protokoll elején. Először is nézzük meg, hogy maga a Sphinx protokollnak milyen előnyei vannak. A rövidítés a store that perfectly hides from itself no exaggeration. Ez pont Sphinxre jön ki. Az egyik fontos, lényeges pontja a Sphinxnek az, hogy van egy jelszó adatbázisod, amelyik information theoretically secure, de ennek nem tudom, mi a magyar megfelelője. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy csak brute force támadással tudsz eredményhez jutni. Nincsen annál gyorsabb, mint a teljes kimerítéses támadás a jelenlegi tudás szerint. Tehát itt hozzá kell fűzni, hogy a protokoll mind big num, ilyen RSA jellegű moduló exponenciálással működik, vagy elliptikus görvékkel, tehát a kvantum számítógépek segítségével ez a későbbiekben már nem lesz olyan annyira igaz. De ebben az esetben azt jelenti, hogy a Sphinx esetében, hogy a maga a jelszókezelő semmit nem tud a jelszavaidról. Ez egy fura dolog, és ennek ellenére ez a jelszó adatbázisod. Ez azt jelenti, hogy a jelszókezelő egy olyan adatot tárol el, ami teljes egészében független a mesterjelszavattól, és teljes egészében független a kimenő, ez nem teljesen pontos, de most összekeveredtem, de gyakorlatilag független a kimenő jelszótól is. Amit a jelszókezelő tárol, az egy random 32 bájtos string, gyakorlatilag teljesen random, bináris, tehát hogy ez gyakorlatilag 512 teljesen random bit. És a másik, ami itt még hozzátartozik, az, hogy akár több mesterjelszót is használhatsz, tehát nem úgy van, mint mondjuk egy nagyon primitív, mondjuk a Firefoxnál, ugye a Firefox jelszókezelője az úgy működik, hogy beírsz egy mesterjelszót, és abban dekriptálja a teljes SQLite adatbázist, és csak egy mesterjelszavad van, mert ugye csak az működik a dekriptáláshoz. Ebben az esetben akárhány mesterjelszavad lehet,
Tehát nincs szükség arra, hogy csak egy, tehát akár az is meg lehet csinálni, hogy bizonyos nagy biztonságú célpontokhoz másik mesterjelzót használsz, mint amit általában használsz. Na, nézzük meg, hogy hogyan néz ki maga a protokoll, amikor már be vagy regisztrálva, el van tárolva. Gyakorlatilag ami a jelszó adatbázisban eltárolódik, és az a jelszó adatbázis lehet egy telefonon tárolt, lehet egy online szolgáltatónál, lehet bárhol gyakorlatilag. Az egyetlen, ahol nem érdemes, ugyanazon a gépen, mint ahol a mesterjelszót beírod. Annak sok értelme nincsen, annak nincs sok hozadéka. Tehát ez valahol valamilyen harmadik device-on kell, hogy tárolódjon el, nem azon a device-on, ahol a mesterjelszó adat beépül. És ezen a jelszó adatbázisban gyakorlatilag ilyen hozzárendelések vannak, hogy milyen user neved, milyen site-hoz, és egy 32 bit byte-os random szám. Kb. Ez van eltárolva. Az első, tehát hogy amikor be akarsz lépni egy weboldalhoz, és az követeli a jelszavadat, akkor te a böngésződben be akarod ugye írni ezt a jelszót. Itt a Sphinx implementációba írod be a mesterjelszavadat. Ez az első lépés, ugye, mint ahogy általában szokás ez. A második lépés az a jelszókezelőd kliens oldalon, ahol beírtad a jelszót, az választ egy teljesen véletlenszerű 32 bájtos véletlen számot, ez az R, ez a nagy R. A következő lépésben a jelszó kezelő kliensed az elblindolja a jelszavadat R-rel. Ezt itt láthatjuk a harmadik lépést, ahol H egy hash függvény. A hash függvénynek inputja maga a jelszó, amit begépeltünk az első lépésben. Majd ezek után ez a hatványozás operációval jelzem ezt a műveleted, de ez lehet elliptikus görbéknél skalár multiplikáció is. Tehát ez ugye, hogyha ilyen RSA jellegű nagyszámokkal operálunk, akkor ez gyakorlatilag tényleg egy hatványozás művelet, moduló valamilyen másik számmal. De hogyha elliptikus görbéket használunk, akkor ez nem egy, valójában nem egy hatványozás, csak hatványozásra jelöljük, akkor ez egy ilyen szorzás művelet gyakorlatilag. A következő lépésben a felhasználó kliense elküldi ezt az A értéket annak a jelszó kezelő storage-nak, amely tárolja a plusz értéket. A jelszó adatbázisnak küldi el ezt az A értéket. Visszatérve az A értékre, ebből az A értékből nem lehet következtetni semmit a jelszóra, hiszen egyrészt el van hash-elve, másrészt el van blindolva, egy teljesen véletlenszerű értékkel el van rejtve. Tehát ebből az A-ból a storage semmit nem tud következtetni magára a jelszóra. Ez világos, ugye? Hogyha valaki nem érti ezt a hatványozást, hash-elés, ez az egésznek a lényege, és itt megállhatunk egy pillanatra, hogyha ezt el kell magyarázni. Megvan? Oké. A storage a következő lépésben kiválasztja az adott felhasználóhoz és az adott site-hoz tartozó 32 byte-os random értéket, ami el van tárolva, és a harmadik lépésben kiszámolt A-hoz azt hatványozza ebből a K értékkel. Ez a K érték, ez gyakorlatilag 32 byte-os random szám, amit a jelszó tárolód tárol neked a jelszavadhoz. És ez gyakorlatilag egy B érték lesz. Tehát B érték nem más, mint a jelszavad hash-elve, elblindolva R-rel, és hatványozva K-val. Tehát akár azt mondhatjuk, hogy a HPVDR hatványozva van K-val, de ugye a hatványozás műveletet azt összeadássá, szorzássá tudjuk redukálni, és akkor
az jön ki, hogy az B érték az H password hash-elve, hatványozva R szorozva K-val. És ezt az értéket visszaadjuk a kliensnek. A kliens ekkor lefejti a blindingot az egészről. A blindingnak a lefejtése az pedig csak annyival áll, hogy B-t beszorozza 1 per R-rel. Ugye B az be van szorozva R-rel és K-val, és hogyha beszorozzuk még 1 per R-rel, akkor gyakorlatilag a két R az kioltja egymást, és ami marad belőle, az a H, a password hash-elve a K-adikon. Ami azt jelenti, hogy megkaptuk a végső gyakorlatilag jelszavunkat, amihez mi hozzáadtuk, mint user, a mi mesterjelszavunkat, és amihez a storage hozzáadta az ő saját teljesen random 32 byte-os mondhatni szaltját, mondhatni szikretjét, de igazából nem szikret, mert ezt a K-t még likelni is lehetne, akkor sem jutna rá vele semmi egy támadó igazából. Ami ebből kijön, ugye ez a password hash-elve a K-adikon, az megint csak egy nagy szám, ugye ezt a nagy számot meg valamilyen úton, módon le kell még konvertálnunk valamilyen printable stringre, vagy valami ilyesmire, de erre vannak könnyű megoldások. És a végén egy nyomtatható jelszó lesz az eredmény, de ugye mivel K minden site-hoz és minden userhez egyedi a te jelszó adatbázisodba, ugyanahhoz a mester jelszóhoz mindig teljesen más output H password a K-adikon lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy minden site-hoz garantáltan külön-külön egyedi, nagy, magas entrópiájú jelszavad lesz. És ez egy nagyon-nagyon fasz a dolog. A biztonságáról azt mondhatjuk, hogyha maga a jelszó adatbázisod kompromitálódik, az egyáltalán nem probléma. Ha csak az a jelszó adatbázis. Hiszen a támadó csak egy rakat random számhoz jut hozzá, de hogyha nem ismeri a mester jelszavadat, akkor avval nem tud semmit se kezdeni, továbbra is csak a full kimerítéses, full brute force támadása az egyetlen megoldása. Ugyanígy, hogyha a hálózatot ellenőrzi közted és a jelszó kezelők között, itt sincsen semmi olyan, amivel a támadó nyerne bármilyen plusz információt, továbbra is csak a teljes kimerítéses brute force támadás az, ami lehetőség. Hogyha a szerver, ahova bejelentkezel, annak a jelszó adatbázisa kompromitálódik, az sem probléma, hiszen a te jelszavad egy nagyon erős, várhatóan több mint 40 karakter hosszú, magas entrópiájú, teljesen random jelszó lesz. És azt megint csak brute force támadással, teljes kimerítéssel tudod elrendni, semmiféle dictionary attack nem lesz alkalmas ennek a feloldására. Mi van akkor, hogyha a storage és a szerver, tehát maga a jelszó adatbázisod és a szerver mindkettő kompromizálódik, akkor adódik lehetőség arra, hogy egy offline támadást indítson egy támadó a mester jelszavad ellen. De a Sphinxnél ugye nem egy mester jelszó szükségeltetik, tehát lehet az, hogy használsz nagyon egyszerű jelszavakat, 1, 2, 3, 4, de csak egy szerver felé használod ezt, és akkor csak ez az egy jelszavad fog kompromitálódni, és nem a teljes, de nyilván. Ami ellen egyáltalán nem volt, de erre semmi nem véd igazából, az, hogy azon a gépen, amin begépeled a mester jelszavadat, ha azon fut egy keylogger, akkor a mester jelszavad az bukó. De hát ez minden megoldásnál így van sajnos. Ami jó hír, hogy ez mind le van implementálva, egyrészt egy C library-ben implementálom magát a Sphinx protokollt. Ezt lehet használni egészséggel, én is teszem ezt. Az egyik példa, ahol teszem ezt, ez a Sphinx, a Python wrapper az egész körül. Tehát aki nem akar C-ben szerencsétlenkedni ezzel a protokollal, az pip install pvd Sphinx-el fel tudja magának ezt az egész hóbevelencet rakni, és akkor Pythonból tud vele játszadozni. Annyi azért hozzá kell fűzni, hogy magát a LibSphinx-et azt még mindig le kell fordítani és installálni GCC-vel meg ilyesmi,
de ez talán nem egy akkora kihívás a legtöbb embernek. Ami még hozzátartozik az, hogy az egész köré hegesztettem web extensionöket. Ezek a web extensionek addonokként futnak a Firefox, Chrome és Opera böngészőkben. A Chrome alapú böngésző, tehát az Opera és a Chrome, Mium, Chrome, stb. Azok egy kicsit inkompatibilisek a web extension interfészek sajnos, úgyhogy két változat van, hogy az a WebSphinx Chrome az a Google alapú dolgokhoz implementálok, sajnos erre visszatérek egy pillanatra. A másik pedig a Firefox extension, az benne van az addons mozilla.org-on is, fel lehet telepíteni, és defaultból egy általam szolgáltatott storage, ami online fut, oda szinkeli a jelszavaidat. Aki Windows-t használ, annak az egészet összecsomagoltam egy WinSphinx nevű csomagba, ami egy installer, és az egészet úgy felinstallálja neked, hogy semmivel nincsen dolgod, mindenki másnak kell GCC-t fordítani, meg egyéb dolgokat konfigurálni, aki Windows-t használ, annak minden a segge alá van tolva. Ami jó hír, hogy a kedvenc projektemben a Pitchfork-ba is implementálva van, tehát hogy nem csak online lehet tárolni a jelszavakat, hanem azok szerencsések, akiknek Pitchforkjuk van, azok a Pitchforkjukon tudják tárolni a jelszavaikat. És hát ez egy elég fasz a dolog, szerintem. Ami hiányzik, az a tesztelők, és más, leginkább telefonokra való portolás. Android, iPhone-ra kellene egy kliens fejleszteni igazából, illetve hát felhasználókra is nagy örömmel. Ami tudni kell, hogy ugye említettem, hogy Firefox-hoz addons Mozilla.org-on fönt van az extension, a Chrome Store-ban nincsen fönt az extension, mert a rohadt Google. Az extension developerektől megköveteli, hogy $5 fizessen be a Google-hoz, mielőtt föl tudsz tenni bármit a sztorjukba, és én erre ráköltöttem majdnem 35 eurót, hogy vettem egy anonim hitelkártyát, hogy arról fizessen be az 5 US dollárt a Google-hoz, de a Google közölte velem, hogy ez egy anonim hitelkártya, ő ezt nem fogadja el. Úgyhogy ők igazából nem az 5 USD-re vágynak, hanem arra, hogy a csápjukat feldugják a ánuszodba, és leszívják a lehető gazdasági információidat, banki információidat. Nem egy szép dolog, ezért aztán ez nincs font a Chrome Store-ban, hanem csak a GitHub-ról lehet letölteni, installálni. És térjünk át a másik irányba. Ugye eddig arról volt szó, hogy hogyan tudjuk megvédeni a jelszót addig, amíg eljutatjuk a szerverhez, de ugye a szerveren is vannak el van tárolva a titok, és a hagyományos módokon mindenféle implementációk vannak, amik kevésbé vagy jobban védettek, és itt visszatérnék a NIST 863-3-as ajánlásra. A szerver oldali ajánlás ott szintén nagyon értelmes javaslatokat tesz szerintem az NIST. Az egyik az, hogy ne járjon le a jelszó, tehát ne kényszerítsük a felhasználókat havonta új jelszó megadására, vagy akár évente új jelszó megadására. Hogyha nincs ok arra, hogy jelszót változtasson a user, akkor ne kényszerítsük rá. Az olyan okok, ahol ez értelmes, amikor elfelejtette a user a jelszavát nyilván, amikor fishelték vagy leakelték, tehát maga a szerver kompromitálódott, ebben az esetben nyilván értelmes kényszeríteni a usereket arra, hogy megváltoztassák a jelszavukat. Még egy apróság, ami itt nagyon fontos, hogyha valaki a Sphinx protokollt használja, és kényszerítik arra, hogy változtassa meg a jelszavát, akkor ez csak annyit jelent, hogy a storage-ba a K értéket kell újra generálni egy új random értékre, és emiatt aztán már egy teljesen új, tök random jelszavad lesz, és neked a master jelszavaddal semmit nem kell csinálni. Tehát a Sphinx protokollnál nagyon kényelmesen ezt a hülyeséget ki lehet iktatni, neked nem kell abban foglalkozni, hogy havonta
új jelszót megadni, mert a Sphinx protokoll simán generál neked egy új kárt, és akkor el van intézve. De térjünk vissza a szerver oldalra. A másik az, hogy ugye előírják, ami gyakorlatilag best practice a jelszó tárolóknál, a jelszavakat hash-elni kell, ha lehet, akkor valamilyen szalttal, ami lehetőleg több mint 32 bites legyen, ugye a szalt az egy nem ismeretlen, tehát az egy, akár egy publikus érték is lehet, de lehetőleg egyedi legyen jelszavanként, vagy userenként, illetve stretchelni érdemes magát a jelszót, erre ugye többfajta algoritmus létezik, maga az NIST az csak a PBKDF2-t javasolja, és legalább 10.000 iterációval, de ugye lehet scriptet, vagy Argon 2 hit is javasolni, azok ugye hozzák magukkal a time és memory hardness tulajdonságokat is, ami ugye a time hardness az ugyanúgy, mint a PBKDF2-nél, ugye a 10.000 iteráció az eltart valamilyen x ideig, amíg ez a művelet végrehajtódik, tehát időben nem a leggyorsabb, hanem szándékosan le van lassítva. A memory hardness pedig azt jelenti, hogy ne szükség legyen nagy mennyiségű memóriára, ugye a memória az drága, és hogyha sok memóriát kell használni ahhoz, hogy egy jelszót deriválják, akkor ezt nem lehet olyan könnyen mondjuk FPGA-ba, vagy azikben olcsón hardware-ben implementálni, mert a memória az bizony drága. És az Argon 2i az ugye konfigurálható például, hogy több 100 megabajtot is használjon ahhoz, hogy a jelszavadat deriválja. A másik, amit javasol az ajánlás, az a ne legyenek jelszó hintek, tehát ne hinteljen arra, hogy mi volt a jelszavad, ugye ez elég értelmes. Ne legyen knowledge-based authentication, tehát hogy az anyja neve, mi volt az első kutyád, mi volt a kocsidnak a színe, meg ilyesmi, ezek nem. És ami érdekes, és számomra nagy öröm, hogy a two-factor authenticationből kihúzzák és tiltják az SMS-t. Mert ugye az SMS sem, és maga a GSM, illetve a telco infrastruktúra nem teljesen megbízható ilyen szempontból. Understatement of the week. Ami erre egy rendkívül jó protokoll, ez az OPAC protokoll, ez szintén Hugo Kravcsiktól származik, hogy ma ilyen Hugo Kravcsik fan day-t tartunk, mondhatni. Az év elején kidobta az OPAC protokollját, ami érdekes, hogy a Sphinx protokoll leírásában már majdnem ezt a protokollt specifikálta, de ott még sem neve nem volt, meg apró különbségek voltak az OPAC-hoz képest, de már az eredeti Sphinx implementációban is implementáltam ezt a PAKE protokollt, amit akkor specifikált. Ehhez képest az OPAC nem egy nagy változás, tehát meglehetősen könnyű volt az OPAC papert implementálni. Ez maga a sémája az OPAC protokollnak. Mint láthatjuk, ez is elég triviális. Mindjárt kitérek, és részletesebben térek ki, mint a Sphinx protokollnál, az inicializálás is lépésről lépésre bemutatom. Egy rövid kitérő arra, hogy mi az a PAKE protokoll, tehát a PAKE, ez a Password Authenticated Key Exchange protokollokat szokták PAKE-nak hívni. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó bead egy jelszót, és valamilyen másik entitással egy kulcscsere inicializálódik ezáltal. Tehát te egy jelszót beadsz, és a végén neked és a másik félnek lesz egy shared secretje gyakorlatilag. Ez a PAKE. És az OPAC ennek egy speciális változata. Először is nézzük meg, hogy néz ki, amikor inicializálod az OPAC protokollt. Ez gyakorlatilag azt a szerver, aki ugye hagyományos módon eltárolja az adatbázisba a user nevedet, meg a passwordot, meg a hashjét, az kicsit más dolgot csinál ebben az esetben. Ebben az esetben, amikor beregisztrálsz a szervernél, hogy hello, én vagyok Steph, légy szíves, csinálj nekem egy usert, akkor még mielőtt ez megtörténik, a szerver, de ez lehet akár userenként is, de tételezzük fel, hogy
most csak egy általános konfig van, generál magának egy titkos, publikus kipárt, kulcspárt. Ezzel a kulcspárral a szerver azonosítja magát mindenki felé a neten, tehát hogy én vagyok a szerver, én vagyok a Google.com mondjuk. Hogyha Steph jön és beregisztrálja magát mondjuk ezen a szerveren, akkor a szerver megint csak generál egy teljesen random, úgynevezett salt K paramétert. Ez a K paraméter a Sphinx protokollból ismerős lehet. Itt is egy 32 bájtos, teljesen random string, bináris string. Ezek után attól függően, hogy mi a szervezeti igény, kétféle felállás lehet. Lehetséges az, hogy a user csak beadja a mesterjelszavát, vagyis hát ugye ami a Sphinxből kipotyog mondjuk, és ezt elküldi a szervernek, és az egészet a szerver végzi el. Ennek az az előnye, hogy a szerver meg tudja nézni, hogy a jelszavad az nem egy teljesen triviális jelszó, úgy, mint az 1-2-3-4, vagy egyéb jelszó szabályokat tud ellenőrizni, hogy valamilyen dictionary alapján megnézi, hogy nincs-e valami dictionary-ben. De hogyha azt akarjuk elérni, hogy a szerver a lehető legmagasabb biztonságú legyen, és feltételezzük, hogy a felhasználók erős, magas entrópiájú, hosszú jelszavakat használnak, akkor lehetséges az, hogy a szerver soha a büdös életbe nem látja a te jelszavadat, és mégis ismeri, a képes téged azonosítani a későbbiekben. És ezért van az, hogy itt a regisztrációnak a második felében itt azt írom, hogy the user or the server. Tehát, hogyha a user végzi ezt, akkor abból indulunk ki, hogy a user erős jelszavakat használ, hogyha a szerver végzi, akkor a szervernek lehetősége van ellenőrizni, hogy a user erős jelszavakat használ-e. Valaki ezek közül generál egy public long-term kulcspárt, egy hosszú időn lejárató kulcspárt. Ez megint csak lehet ilyen RSA jellegű kulcspár, vagy elliptikus görbe kulcspár, de akár lehet, nem lehet. És ezek után kiszámoljuk ezt a nagy K értéket, ami kicsit hasonlít a Sphinx protokollnál látottra. Ugye a Sphinx protokollnál ez a belső rész volt az, amit megismertünk, hogy lehesseljük a jelszót, és felemeljük erre a K értékre. Ugye a K érték az ez a random salt, amit a usernek generált a szerver az elején. És utána még egyszer hozzáhesseljük az egészhez a jelszót. Ez lesz a nagy K érték. Ez a nagy K érték, ez egy kulcs. Ezzel a kulcssal, vagy a szerver, vagy a user betitkosítja a saját kulcspárját, amit generált itt ebbe a lépésben, illetve a szervernek a publikus kulcsát, ami ugye itt a legelső lépésben a szerver legenerált. És ezt az egészet K-val betitkosítjuk egy Authenticated Encryption with Associated Data algoritmussal, hogy integrity-je is védve legyen magának a titkosított kulcsodnak, amit itt eltitkosítasz. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy te betitkosítod a public secret kulcspárodat egy jelszavaddal. Más nem történik, illetve hát ahhoz a jelszóhoz hozzájön a szerveren eltárolt K érték. És a végén, a regisztráció végén a szerver eltárolja a kis K értékedet, illetve ezt a betitkosított kulcspárodat, amit itt betitkosítottál. Ez az, amit a szerver eltárol tőled. Tehát a szerver eltárol egy teljesen random számot, ami 32 bájtos, illetve eltárol rólad egy titkosított kulcspárt. Ezt a kulcspárt a szerver soha nem látta, semmiféle hozzáférése nincsen, hogyha ezt a műveletet a user végezte. Ha a szerver végezte, akkor nyilván ez egy kicsit szenzitív, és akkor ilyenkor meg kell bízni a szerverbe, hogy tényleg ezeket eldobta, eltörölte, elfelejtette. Ennyi az inicializálás. Tehát innentől kezdve, hogy be vagy regisztrálva, a szerveren valamilyen adatbázisban ott van a user neved, valószínűleg, és ehhez kapcsolódóan ott van egy kis K 32 bájtos érték, és az titkosított
kulcsaid. A következő lépés az ugye az, hogy ezt használni akarjuk, tehát be akarok lépni a szerverhez. Mi történik ilyenkor? Ilyenkor az első lépés az, hogy generálok egy átmeneti kulcspárt. Ez az ephemeral keypair, és generálok egy blinding faktort. Ez a blinding faktor, ez ismerős lehet a Sphinx protokollból, ott is ugye az elején generáltam egy 32 byte-os blinding faktort, amit a végén aztán kivontam az egészből. És itt látszik, ez a Sphinx protokollból ismerős lépés lehet, ugye itt, sőt, teljesen ugyanaz a lépés, a jelszót lehesseljük, és a blinding faktorral elblindoljuk, elvakítjuk. Magyarítva ezt szépen. És ezek után a kliens, tehát gyakorlatilag én, elküldöm a public részét az átmeneti ephemeral kulcspáromnak, és ezt az A értéket a szervernek. Ez az első lépés. Második lépés, a szerver ugye megkapja a publikus kulcsom, vagyis a publikus ephemeral kulcsomat, és ezt az A blindolt jelszavamat, és a szerver is generál egy ephemeral átmeneti kulcspárt, ami csak ehhez az egy sessionhez tartozik. Ezek után ugye a Sphinx protokollból ismerősen kiszámolja B-t, ahol ugye A az a jelszavam hash-elve elblindolva, ezt a szerver fölemeli a K-adik hatványra, és ez a K, ez az inicializálásnál ez a kis K, ami generálódott. Tehát el van tárolva plaintextben a szerveren. Ezek után a szerver fogja az saját shared, a saját long-term kulcsát, illetve az általam küldött ephemeral kulcsomat, és a public long-term kulcsomat, és ebből kiszámol egy shared secret est. És hogyha szükség van arra, hogy a szerver a felhasználó felé autentikálja magát, akkor számol egy hámakkot, ugye ez egy hámakkot el kell magyaráznom, Kryptonite-on. Ez egy kulcssal titkosított hash gyakorlatilag. Titkosított. De konyha nyelven fogalmazok most. Na mindegy, inkább nem megyek bele ebbe. És az egyes számot, ezt az értéket, hogy egy, azt lehámakkozza az S kulcssal, ami a shared secret lesz. Ezek után a szerver visszaküldi a kliensnek, azaz nekem, ezt a B értéket, ami ugye az én jelszavam hash-elve, blindolva a K-adik hatványon, elküldi ezt az out értéket, ami ugye az egy lehessel a shared secrettel, és elküldi nekem az általam titkosított hosszú távú kulcsaimat. És az ő saját publikus átmeneti kulcsát, amit itt a szerver generált az első lépésben. Vissza fogok térni még a sematikus ábrára, hogy ezt még egyszer átérezzük teljes egészében. A művelet befejezése, amikor én megkapom a szervertől az összes információt, amit éppen nekem elküldött, akkor én kikszámolom K-t, ezt a nagy K-t, amivel a kulcsaim el vannak titkosítva, azáltal, hogy a blinding faktort kivonom B-ből, ugye a blinding faktort azt úgy vonom ki B-ből, ugye B-re emlékszünk, B az a jelszavam hash-elve az R-ediken, a K-adikon. És hogyha ezt még az 1 per R-edikenre emelem, akkor az R kiesik, és abból az lesz, hogy a jelszavam le van hash-elve, és a kis K-adikra van emelve. És ez lesz a nagy K értékem. Ezzel a nagy K-val, ugye még a részletkérdés, de inkább nem zavarok össze senkit leegyszerűsítve. Ezzel a nagy K-val a szerver által elküldött kulcsokat dekódolni tudom. Ebben ugye a hosszú távú kulcspárom is benne van. És ennek segítségével képes vagyok kiszámolni a shared secretemet, a nagy est,
ami elvben meg kell, hogy egyezzen a szerver által kiszámolt nagy S-sel. És ezek után a nagy S-sel ki tudom számolni ugyanazt a hámak értéket, lehámakkozom az egyet, és hogyha ez megegyezik a szerver által küldött autentikációs tokennel, akkor biztos lehetek benne, hogy a szerver az, akivel kommunikálok, és nem valaki más, aki megtestesíti. Hogyha szükséges az, hogy a felhasználó is autentikálja magát a szerver felé, akkor pedig én, mint felhasználó, lehámákkelem a kettes számot a share secrettel, és ami ebből kipotyog, azt elküldöm a szervernek, és innentől kezdve a szerver is biztos lehet benne, hogy én vagyok én, és nem valaki más. De erre igazából ez egy explicit autentikáció, igazából egyik lépésre sincs szükség, hogyha ezek után valamilyen üzenetet cserélünk, ami titkosítva van ebből az S share secrettel, hiszen az üzenet csak akkor lesz dekódolható, hogyha mindkettőnknek ugyanaz a nagy S share secretünk van. Tehát ez egy implicit autentikáció. Hogyha nem történik üzenet, titkosított üzenet csere, akkor egy ilyen explicit autentikációval lehet ellenőrizni, hogyha csak autentikációra akarjuk használni, de hogyha mondjuk ezek után mondjuk a TLS-nél akarnánk mondjuk egy titkosított kapcsolatot felépíteni, akkor nincs szükség erre az explicit autentikációra, hiszen maga a titkosított adatfolyam csak akkor lesz dekódolható mindkét oldalon, hogyha mindkettőnknek ugyanaz a nagy S share secretünk van. Mik ennek az előnyei? Ugye egyrészt az, hogy forward secure, ez azt jelenti, ugye, mivel minden kapcsolathoz, minden autentikációhoz ephemeral átmeneti kulcspárt generálunk, ez minden alkalommal friss kulcsokat jelent, nem lehet régi eldobott kulcsokkal operálni. Nincsen lehetőség prekomputációs támadásra, tehát nem tudunk előre kiszámolni bizonyos lépéseket, minden alkalommal nulláról kell kezdeni, nem végezhetünk előre kalkulációkat. Ami még nagyon jó, az, hogy maga a stretchingje a jelszónak a kliensen történhet meg, tehát a szervert nem tudjuk ledoszolni avval, hogy ott sok 10.000, 100.000 hash iterációt indítunk. A másik az, hogy maga a salt, ez a kis K érték, ez soha nem hagyja el a szervert, és a jelszó pedig soha nem hagyja el a klienst, kivéve a regisztrációnál, ugye ott van két lehetőség. Az utolsó nagy előny, az pedig az, hogy ez egy AKE, tehát egy Authenticated Key Exchange, ami azt jelenti, hogy a végén van egy közös secretünk, amit használhatunk titkosításra, vagy egyéb kriptográfiai műveletnek az alapépítőköveként. Ami az egyetlen hátránya az, hogy abban az esetben, hogyha a usert expliciten akarjuk autentikálni, akkor három üzenetet kell váltanunk, hogy ez megtörténjen, minden más esetben két üzenet a protokoll. És ez elég kis. Tehát, hogyha a hasonló AKE protokollokat nézünk, hogy azok a hasonló dolgokat próbálnak megvalósítani, ott sokkal több üzenetet szoktak váltani, és egyébként sokkal több hatványozás művelet is van benne, és egy hatványozás művelet nagyon költséges. Tehát mondjuk egy ARM Cortex-M nullás processzoron, ami ugye ilyen IoT környezetben, maga ez a hatványozás művelet, hogyha elliptikus görbéket használunk egy 25519-es görbével, az olyan 7 millió művelet. Az nem triviális, tehát az eltart egy ideig. De még X86 vagy X86-64-es platformon is hosszadalmasak ezek a műveletek. Ugye aszimmetrikus kriptót nem szoktunk sokat csinálni, mivel lassú és költséges. Ami jó hír, hogy maga az opak is implementálva van a LibSphinx library-ben. Nincsen wrappelve a PassVD Sphinx-ben, de nagy örömmel venném, hogyha ezt a opakot esetleg segítenétek portolni PAM-ra, Nginx-re,
JavaScript, nem tudom, frontend, hogy a böngészőkből is működjön, PHP és bármi másra, ahol ennek van értelme. Nyilván ez ugye ilyen webszolgáltatóknál, tehát mondjuk kurva jó lenne, hogyha WordPress-ben lenne opak támogatás. Vagy Drupalba, vagy Magentóba, vagy mit tudom én. Tehát... Drupalos köszönöm, van nagyobb probléma. Szóval, de egyébként nagy öröm, és működik ez is a Pitchfork a tesztjeim szerint. És ebben elérkeztünk az egésznek a végére, és nagyon örülök, hogy belefértem egy órába. Kérdések. Látottam még egyszer a teljes protokoll. Igen, a teljes protokollt. A teljes protokoll, igen, itt a teljes protokoll, nem tudom mennyire látható. Ugye ez az inicializálás, ahol ez a K, ez a salt, ez a 32 bites salt, ez pedig a jelszónak a hashed K-val blindolt változata, ami titkosítja a kulcsaidat, ahol PU, az U a subscript az mindig a user-t jelenti, az S subscript a szervert jelenti, a kis betűk azok a secret komponens jelölik, a nagy betűk pedig a publikus komponenst jelölik. Tehát itt a, ugye a PV az egy secret komponens, az a jelszavad, a PU az a usernek a secret key-je, ugye nagy U-val jelöljük a user-t, a K az a szerveren, a nagy PS a, ugye a public kulcsa a szervernek, és hát itt láthatjuk, hogy a szerver eltárolja a saját PS-jét. Igen, tehát ebben az esetben úgy tűnik, hogy a protokoll maga azt javasolja, hogy felhasználónként legyen hosszú távú szerver kulcs. Tehát, hogy nem egy kulcs van az egész szerverre, ami hosszú távú, hanem userenként legyen hosszú távú kulcs. Ami egyébként értelmes döntés. A usernek egyedül a passwordre kell emlékeznie. És milyen támadói modell az, aminél jó lenne, tehát amivel rosszabbul járnánk, hogyha közös lenne a hosszú távú kulcs a szerveren minden userre? Lehet, hogy batch támadások esetleg segítenék. Ugye, hogyha ugyanazt a kulcsot... na nem, pont a fordítottja. Valószínűleg az, hogyha egy szerver oldali long-term secret key valahogy kompromitálódik, abban nem kompromitálódik az összes többi esetleg, és nem lehet megtestesíteni, megszemélyesíteni a userek felé a szervert, mivel csak egy kulcs van. Reménykedjünk egy olyan hardbleedben, amiben épp csak kevés memóriát sikerült kivékelni, és ami nincs a memóriában, hanem még diszken, az legalább nem megy. Ilyen debug message-ben ott van egyszerűen. Hát és itt látható a két üzenet, amit váltasz minden egyes loginnál a szerverrel. Ez a user, ez pedig a szerver. Itt látszik, hogy mi az, ami a usernek van, mi az, ami a szervernek van. Legenerálódik R, mint blinding factor, X, mint ephemeral key, és ugye nagy X az a ephemeral public key, alfa, beta, ez az ephemeral server oldali secret, ez az ephemeral server oldali public, ez a beta ugyebár, és ezek a lépések történik. További kérdés. Elég általános kérdés, bár talán publikációval következik, de mi a helyzet a protokollban lévő dolgoknak a pátens által? Nagyon jó a kérdés. Az a kérdés, hogy mi a helyzet a szabadalmakkal kapcsolatban, mi ebből mi a szabadalmaztatott. Ezt én is megkérdeztem a Hugótól, és Hugó azt válaszolta, hogy a Sphinx protokoll jelenleg nincs szabadalmaztatva,
ő nem is szándékozik szabadalmaztatni, de a egyik társszerzője és az egyeteme lehet, hogy fogja szabadalmaztatni, de ő ellene van, tehát lehet rá számítani, hogy esetleg kicsi az esélye ennek. Ha mégis, akkor az IBM és az egyetem közös szabadalmi gazdája lesz a Sphinx protokollnak, de egyelőre addig, amíg, tehát lehet ez egy EU-only, vagy non-US Sphinx, ami csak az Egyesült Államokban nem használható a szabadalmak miatt. Egyébként az Egyesült Államokon kívül ugye nincs olyan agyalágyút szabadalmi szabályozás, úgyhogy elvileg itt lehet használni. Az OPAC protokollra vonatkozólag szintén megkérdeztem Hugót, és azt válaszolta, hogy nincs szándékában szabadalmaztatni az OPAC-ot. Itt hozzá kell fűzni, hogy maga a paper, viszont egy dolgot elfelejtettem itt említeni, illetve hát ugye implicite említettem, itt van egy KE művelet, és itt is van egy KE művelet, ami a ephemeral és a public long-term komponensek között zajlik. Ez a KE, ez egy key exchange. Ez gyakorlatilag egy Diffie-Hellman jellegű key exchange, de négy, tehát két-két kulcssal történik, nem egy-egy kulcssal, és az eredeti paper ezt a key exchange-t HMQV protokollal specifikálja. Ez a protokoll sajnos szabadalmaztatva van, ezt is Hugo fejlesztette, írta, az IBM tulajdonában van a szabadalom Hugo által. Viszont itt általánosan van specifikálva ez a sémán a key exchange, tehát ez helyettesíthető a HMQV a bármi mással. Az én LibSphinx implementációmba egy triple Diffie-Hellmannal helyettesítettem a kulcs exchange-t, vagy a key exchange. Triple Diffie-Hellman ismerős lehet a Signal protokollból. A Signal protokollban használják ezt kulcs cserére. Ami egy hátránya van a HMQV-hez képest, hogy a Triple Diffie-Hellman már a nevébe is mutatja, hogy három darab skaláris szorzás művelet van benne, ami ugye költséges, mint említettem, ellentétben a HMQV protokollal, ami egyetlen egy hatványozást tartalmaz a szerver és kliens oldalon, viszont igényel összeadás műveletet a hatványozó komponensek között is, ami mondjuk elliptikus görbéknél csak úgy érhető el, hogyha szétbontod a kifejezést, és akkor ott is több hatványozásra, vagy skalár multiplikációra van szükség. Úgyhogy a szabadalmi helyzet az a Sphinx esetében még a jövő zenéje, az OPAC esetében, hogyha elkerüljük a HMQV-t, akkor tiszta és világos. Hugo egyébként nem hív a szabadalmaknak. Hogyne! Ezt a kérdést vártam, köszönöm szépen. A kérdés az volt, hogy tudok-e demozni ebből bármit. Igen, nagy örömmel. Sajnos csak a Sphinx-el készültem, de a Sphinx-nek ugye van egy Python-os wrapperje, és a Python-os wrapper az magában tartalmaz egy szervert, és magában tartalmazza a klienst, amit kényelmesen akár parancsorban is tudunk használni, tehát nem kell hozzá semmilyen web extension, semmi ilyesmi, és ezt nagy örömmel demózom most. Köszönöm szépen ezt a igen kiváló kérdést. Igen. Ez remélem elég nagy betűkkel van, és jól látszik. Először is bemutatom az aktuális könyvtárat. Az aktuális könyvtárban egy demo környezet van beállítva, ami teljesen szűz, egyetlen egy konfigurációs fájl van benne, ez a Sphinx CFG. Ez pedig ennyiből áll. Ugye elvileg a szerver oldalon látszik? Ja, a videón látszik.
elnézést. Kitalálható. Ugye az első szekció az a kliensnek a beállítására vonatkozik, hogy hol van a szerver, milyen porton, és hol tárolja a kliens az adatait. A szerver szekcióban az van, hogy hol figyeljen a szerver, melyik porton, hol tárolja az adatait, és hol tárolja a saját long-term public kulcsát. És van még egy WebSphinx beállítás. Annyit még, ami eddig nem hangzott el, de az az implementációs részlet, és nem igazán a CryptoNite-ra vonatkozik, de a WebSphinx, tehát a web extension, ami a böngészőkbe futó addon, az nem a böngészőn belül kérdezi le a jelszót, hanem a Python implementáció indít egy pin entry programot, ami egy külső executable, ami azt jelenti, hogy a böngésző soha nem látja a mester jelszavadat. Ami szerintem egy elég jó dolog. Na mindegy, szóval ennyi a konfigja egy szűz Sphinx installációnak, és akkor indítsunk is egy szervert. A szervert vicces módon Oracle-nek hívják. Hát egy orákulum igazából. És kiírja a konfigot, ugye mivel verbózra van állítva a szerver, és ezek után szóvá teszi, hogy nincs még szerver kulcs, úgyhogy ezt le kell generálni, és hogy minden kliens, aki ezt akarja használni, ezt a szervert, annak ezt a publikus kulcsot adjuk oda. Ennek nincs köze a Sphinx protokollhoz, ez annak ahhoz van köze, hogy a Sphinx szerverhez küldött üzenetek valamilyen úton, módon autentikálva legyenek. Ez akkor most... Ez egy Python. 25.19-es kulcs? Vagy mit kell itt a szervezetik? Ez egy 25.19-es kulcs, igen. Ez egy nagyon... Tehát ez egy 32 bajtos valami. Ez a szerver, és a kliens, az pedig ezzel a parancssal tudunk egy új usert létrehozni. A user neve a szerveren az Steph lesz, a szerver maga mondjuk abban az esetben az én saját szerverem, ez a ctrl-c.hu. Ezek a jelszó szabályok, ami a generált jelszóra vonatkozik, tehát hogyha mondjuk egy WordPress-be bejelentkezem, ez az upper, lowercase, special és digit karakterek szerepeljenek a végső generált jelszóban. Tehát ez nem arra vonatkozik, hogy amit most mesterjelszót beírok, mert a mesterjelszó, amit beírok, az az ASDF. Ez arra vonatkozik, hogy a jelszó, ami ebből az egészből kipotyog a végén, az összes karakter osztályt tartalmazhatja, mert nem írja elő a szerver, hogy mit nem tartalmazhat, és bármilyen hosszúságú lehet. És gyakorlatilag ebben, ugye az az Echo ASDF, az ASDF a mester jelszava ebben a demóban. Látszik minden. Ebben az esetben a datasend az ez a rész, ez gyakorlatilag az elblindolt ASDF mester jelszava, ami válaszként jön, az itt sajnos egy ilyen kétszeres representation, valamilyen oknál fogva, de láthatjuk itt a backslash, tehát ez csak a debug outputban hibás. Amit visszakapunk, az a beta a szervertől, tehát ez a jelszavunk elblindolva és a chaoticra emelve, ez a válasza a szervernek, és ami ebből generálódott, ez a jelszavam, amit mostantól Steph-ként a Ctrl-C-hún használok. Tehát ezt akár le is írhatnám, és nem kéne használnom a Sphinx-et, akár jelszó generálásra is lehetne használni. Ennyi. Ezzel létrejött a szerveren egy jelszó eltárolva az én useremmel. Megnézhetjük, hogy mi történt a szerveren. A szerveren azt látjuk, hogy jött egy connection localhostról, megkapta a szerver a elblindolt jelszavamat, és visszaküldi a szerver a kliensnek a chaoticra emelt blindolt jelszavamat. Ennyi.
Tehát itt létrejött egy user. Hogy néz ki most a könyvtár? A könyvtárból létrejött egy datakönyvtár, a datakönyvtárban pedig létrejött egy mindenféle cuccli. Igazából ez a server kulcs, ez a long term server kulcs, ez az, amit meg kell osztani a kliensekkel, hogy tudják használni. A rules-ban pedig eltárolja a kliens, hogy milyen karakterosztályokat használhat egy adott szerverrel szemben. És hát ebben a könyvtárban van eltárolva a hosszú, vagyis a K értéken, ami így néz ki. A pub, az pedig az én kliensemnek egy publikus kulcsa, amivel autentikálhatom, hogy csak én, mint user, tudom törölni vagy módosítani az adott jelszót. Tehát a get műveletre nincs igazán hatása. És akkor nézzük meg a get műveletet. A get művelet az hasonlóan néz ki, ugye be kell adnom standard inputon a mesterjelszavamat, felhívom a Sphinx frontendet, klienst, get parancs, staff user, Ctrl-C weboldalra. Ami visszajön, az ugyanaz a jelszó, mint ami a létrejövés után kiíródott, hogyha erre emlékszünk, hogyha nem emlékszünk rá, visszascroll az oldok, az itt ugyanez, kikopipásztázom nektek, hogy lássátok. Elvileg a get művelet ugyanazt a jelszót adja vissza, mint amit a create-nél is visszajött. Tehát ugye a create-nél az van, hogy én létrehozok a Sphinx-be egy jelszót, és majd a formba, a WordPress-embe ezt fogom bekopipásztolni, hogy ez az én jelszavam kétszer. És a get-nél ugye ez jön vissza. Akkor van még egy művelet, ami érdekes, ez a change művelet. Mi van akkor, hogyha lejár az egy hónap, és a hülye WordPress rákényszerít, hogy változtassa meg a jelszavamat? Ekkor felhívom a change operációt a Sphinxen, a mester jelszavam továbbra is ASDF lesz, és megint csak azt láthatjuk, hogy ugye itt elmegy az elblindolt ASDF-em, itt jön vissza a rosszul duplán dekódolt, új káadikra emelt, és ez pedig az új jelszavam, amit a storage eltárol elvileg. Na most, itt mutatnék egy csűrt csavart, ez a tolok még egy get requestet. Itt láthatjuk, hogy még mindig a régi jelszavam van, mert a change jelszó esetleg nem sikerülhet. És mi van akkor, hogyha a storage-ban már csak az új jelszavad van, de a jelszó módosításod nem sikerült? Akkor meg vagy baszva. Mert az új jelszó nem működik, a régi jelszavad meg már nem emlékszel rá, mert ugye az a storage-ban volt, és az elveszett. Majd igen, vagy e-mailben. Úgyhogy a get request továbbra is még a régi jelszavadat adja vissza. Ami az egészet véglegesíti, az a commit nevű művelet. Hogyha már sikerült megbizonyosodni az új jelszó, tényleg az új jelszó, akkor avval azt bekommitálod, és ezek után a get-re már az új jelszavadat kapod vissza minden esetben. Igen. Még egy érdekes művelet van, ez a delete. Ugyebár ez nem fog nagy meglepetést okozni. Még egyszer utoljára megkapjuk az elblindolt, de ezek után a get az elpicsogja magát, hogy az így nem fasza. És innentől kezdve törölve van a storage-ról a jelszó. Ennyi a Sphinx demóról. Az opakról sajnos nincs demom, de majd legközelebb készülök abban. A www.ctrlc.hu az a szerver, abból lát bármit, vagy ez... Melyik szerver? Nem. A kliens ezt elhesseli. Tehát a kliens oldalon van egy kliens ID. A kliens ID az a user nevedből és a szerverből áll. Plusz egy szaltból. Tehát akkor tulajdonképpen, ha egy law enforcement rámegy a
Sphinx szerverre, akkor ők annyit tudnak megmondani, hogy ez a user ez hány entry tartozik. Nem, még az sem. Mert csak hashek vannak eltárolva. Tehát a storage-on egy hash van, ami egy, mondhatni, egy user ID, a szerver oldali user ID, a hash pedig egy saltból, a user nevedből és a siteból generálódik. Tehát a law enforcement se nem azt tudja megmondani, hogy kinek a jelszava ez, se nem azt, hogy melyik sitehoz tartozik, se semmi más. De pont azt kérdeztem, hogy a különböző szájtokhoz tartozó jelszavakat nem fogja összehesselni egy nagyba. Tehát azt tudják, hogy abban a könyvtárban x darab bejegyzés van. Annyit tudsz, hogy abban a könyvtárban 18 jelszó van eltárolva. Egy, ez hány emberé, azt már nem tudod, hát és hogy milyen szájtok az... kell használni, hogy anonimity szettje legyen egy Sphinx szervernek. Hát igen, de még akkor is maximum csak azt tudod, hogy mondjuk az én jelszavam, de azt még mindig nem fogod tudni, mi a user nevem, és melyik szájthoz a jelszavam ez. És a line protokoll az mi jelenleg a Sphinx-es közöttem? Mutatok kódot, jó? Azt hiszem az a legegyszerűbb. Ezekkel a byte-okkal kezdődnek a műveletek. Shit. És az alján van, igen. Hol a handler? Maga a line protokoll, maga a message az így néz ki, tehát ez például a create parancsnak az üzenete, ez egy create byte-ból áll, a saját ID, ami a host és a userből származik, illetve a saltból. És akkor mivel fix hosszú, ezért tudod szerver oldalon is szétkapni. Igen. A C az maga a Sphinx-nek a challenge-je, ez a blindolt jelszavad, illetve az egész digitálisan alá van írva egy saját kliens oldali elliptikus RD2519-es digitális aláírással. És ezek után ez az egész elmegy a message az adott hostnak. De ezek a szókat használják. És van egy callback, ami hogyha visszaérkezik, akkor az hova menjen. De ez a többire is így van. Akkor ez több gyorsan ment a tor fölött is. Bizony. Ez, és hát úgy is van megérve, hogy ez simán mehet tor fölött. Tehát, és a szerver mennyire könnyű védeni rosszindulatú aktoroknak a DOSZ jellegű megközelítése ellen. Hát rate limiting nincsen jelenleg. Azt kéne beépíteni gyakorlatilag, más nem nagyon van szükség. Van-e olyan művelet, aminél a... egy hatványozás. Nem tárterülettöltést akarok, hanem laksítást. Egy hatványozás van minden műveletnél gyakorlatilag. Tehát azt kéne rate limitálni, ezt én azt gondolom. Tárterület pedig ugye userenként 64 byte. Töröltem. Gyorsan hozok létre egy újat. Ugye 2x32 byte, tehát az
Tehát gyakorlatilag többet veszel a directory entry, ami ezeket eltárolja. Igen. Mind a kettőre van 4-4K alokálva a rendszerben. Hát ezen lehet farigcsálni, tehát ugye megvan a C library, lehet új implementációt hackkelni az egész köré. Mivel C, a blockchain-be is lehet tárolni egyébként simán, de hát mivel ugye C-be van írva, gyakorlatilag bármibe be lehet kötni, a Ruby-tól a PHP, a Go, Rust, meg az összes többi ilyen cucliba meg lehet implementálni az egészet újra. Egyébként van egy szerver, ami, ahol, hogyha saját magad nem akarsz hostolni ilyen szervert, akkor az általam hostolt szerveren van egy Pitchfork, vagy mi az, egy Sphinx Storage. És Anonymity set. Hát, de még akkor is, hogyha nem az anonimitás a cél, tehát mind a hálózat odafelé, mind maga a gép, hogyha kompromitálódik, akkor sincsen semmi gáz. Épp az a lényeg a Sphinxnek, hogy egyáltalán nem bízol a szerverben, ahol tárolod a jelszó adatbázisod. Ja, csak hogy ha egyedül én tárolom rajta, akkor ugye az ilyen mekkora a méret és milyen gyakran érik el, az egy elég jó side channel. De onnantól, hogy az anonymity set nő, onnantól még az sem. Ez igaz. És főleg, hogy a torron keresztül toljuk. No. Más kérdés? Hát akkor köszönöm, és ha valakinek kedve támad esetleg kontributálni, én nagy örömmel veszem azt. Köszönöm.